Belterületi utak újulnak meg Tiszalökön. A napokban elkezdődik a több mint 3,5 km hosszú útszakaszt érintő beruházás. Otthon felújítási program vissza nem térítendő támogatást és kamatmentes hitelt biztosít az állam energetikai korszerűsítésre. Készülnek a 15. nagykoncertre, parád és estét ígér a Szabolcsi Koncert fúvós zenekara a nyíregyházi tavaszi nagykoncertre. €200 millió 3,5 km hosszan újulnak meg utak Tiszalökön. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Ahol szükséges, szélesíteni, kátyúzni, patkát kialakítani, aknafedőlapokat szintbe helyezni és aszfaltozni is fognak a szakemberek. A munkálatok a hét második felében kezdődnek, a lakóknak pedig június végéig kérik a türelmüket és fokozott figyelmüket. A tervek szerint ekkorra fejeződik be a Petőfi, a Honvéd és a Damjanics utca felújítása. Folyamatosan jönnek-mennek az autók Tiszalök főbb, úgynevezett gyűjtő útjain, a Petőfi és a Honvéd utcán. Utóbbinak a Damjanics utcai kereszteződésében már készenlétben áll egy munkagép, hiszen napokon belül elkezdődnek az útfelújítási munkák, hogy kényelmesebben és biztonságosabban lehessen erre közlekedni. A munkálatok több mint 3,5 km hosszan érintik az utakat. Két rétegben kapnak aszfaltot, és a patkát is rendezzük, és remélem, hogy több évtizedre rendben lesznek ezek az utak. És bizony van még dolgunk bőven, hiszen sok kisebb utca van, amelyek nem fértek bele ebbe a pályázatba, pontozásos rendszernek a mi voltából, és azokat megpróbáljuk majd önerőből, vagy esetleg, ha hazai forrás lesz, abból. Ezt a beruházást egy uniós forrásnak köszönhetően közel 200 millió forintból tudják megvalósítani. Tiszalök önkormányzata sikeres pályázatíró, mint elhangzott, ennek egyik kulcsa, hogy csak olyan dolgokra pályáznak, amire valóban szükség van a városban. Ilyen a belterületi útjavítás, amely a térség infrastruktúrájának fejlesztési koncepciójába is illeszkedik. Ez a tiszavasvári járásban található térség benne Tiszalökkel, amely több mint egy 5000 fős kisváros és ilyen városi hangulatot áraszt magából. A 36-12-est újítottuk föl a tiszalöki borozótól egészen a Andrássy kastélyig, ha mondhatom úgy, Tiszadobig, és előtte pedig a 36-os útig. Tehát a megyeszékhelyről Tiszalök kiváló úton elérhető, ráadásul a megyeszékhely elkerülő útja is 2019-ben bővült, ez azt jelenti, hogy az autópálya is már néhány éve elérhető. És most pedig az önkormányzati utakra, a belterületi utakra koncentrálunk, mert ez javítja az itt élők életminőségét. A hasonló projektek részcélja az egészség és vagyonbiztonság javítása, a balesetek számának csökkentése következtében, valamint a területi egyenlőtlenségek mérséklése. A most felújításra átadott belterületi utak mellett még jó néhány vár újjáépítésre a következő időszakban, de más tervek is vannak. Folyamatosan fejleszti az önkormányzat a fenntartásában lévő intézményeket. Ennek a folyamatnak része az is, hogy a költségeket, ha lehet, redukálják. A lakosságnak nagyon fontos, hogy mi, mint kisváros, amit működtetünk intézményrendszert, a szolgáltatások minősége is megmaradjon, vagy inkább javuljon. És most van egy elnyert pályázatunk, ezt azért emelem ki, mert nekem mindig nagyon fontosak a betegek és az idősek. És az egészségügyi központban egyrészt a csapadékvízelvezető rendszerét megújítjuk, másrészt a labor és a fizikoterápia eszközeit bővítjük és korszerűsítjük. Ezáltal még jobb szolgáltatást fogunk nyújtani a rászorulóknak, és még most harcolunk egy tartaléklistás pályázatunkért, ami egy népkonyha, ez egy közel 400 milliós beruházás, ugye itt gondolva a szociálisan rászorultakra szeretnénk ezt a szolgáltatást megvalósítani. Az útfelújítás a hét második felében kezdődik, és a tervek szerint június végére már az újonnan aszfaltozott utakon járhatnak a város lakói. Kedd délután sorsolták ki, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében állított és bejelentett vármegyei listákon szereplő szervezetek nevét milyen sorrendben tüntetik fel a szavazólapokon a június 9-i választáson. A vármegyei listák bejelentésére vonatkozó határidő kedden 16 órakor járt le. A Területi Választási Bizottsága a mai napon négy listának sorsolta ki a sorrendjét. Ennek az első lista
a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei lista. Erre 6 jelölő szervezet került fel. A nemzetiségi vármegyei listák közül a roma nemzetiségi listára 3 szervezet került fel, az ukrán nemzetiségi listára 2, a németre pedig 1. Ennek az a jelentősége, hogy ebben a sorrendben fognak a jelölő szervezetek a szavazólapon megjelenni. Júniustól indul az új otthon felújítási program, az állam 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 3 millió forint kamatmentes hitelt biztosít. Fontos változás a korábbiakhoz képest, hogy ezt kizárólag 1990 előtt épült ingatlanokra és kizárólag energetikai korszerűsítésre fordíthatja a lakosság. Bár még 3 hét van a kezdetig, érdemes már most megtenni az első lépéseket, a programot ugyanis ezúttal keretösszeggel hirdette meg a kormány. Május elejétől már lehet jelentkezni, júniusban pedig ténylegesen elindul az idei állami otthonfelújítási program. A programmal az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítését pályázhatja meg a lakosság. Az 1 millió forintos önrész esetén igényelhető, összesen maximum 6 millió forintos összeg megoszlik egy kamatmentes kölcsön és egy vissza nem térítendő támogatás között. Bákány Zsoltné, az Otthoncentrum irodavezetője 35 perc című műsorunkban arról beszélt, a program hozzájárulhat az ingatlan piac élénküléséhez. A 2023-as év volt egy nagyon szomorú éve az ingatlan piacnak, tehát akkor el lehetett mondani azt, hogy visszaesett a tranzakciószám, míg 22-ben 138 ezer tranzakció bonyolódott az országban, így egy évvel később csak 110 ezer darab tranzakció. Most azt prognosztizálták, hogy megint elérjük a 130 ezeres tranzakciószámot. Tulajdonképpen mi azt láttuk, hogy a tavaly szeptembertől, tehát az utolsó negyed évtől felélénkült a piac, ugye akkoriban kiderült, hogy lesz új csokk, sőt azok az emberek gyorsan megvásárolták az ingatlanjaikat, akik már a használt csokkot tudták csak kihasználni, és azzal tudtak élni. Szóval az ott az év végén egy kicsit ezek a változások megbolygatták a piacot, és mindenki arra várt titkon, hogy az otthon felújítási támogatás majd hip-hop meg fog jelenni. Ez ugye meg is történt. Csak ugye lényeges tudnunk, hogy ezt az otthonfelújítási támogatást azok igényelhetik, aki 2024. május 1-től abban az ingatlanban lakcímmel rendelkeztek, amit felújítani kívánnak. Az tehát ebben a programban már nem működik, hogy a sok esetben üzleti céllal frissen vásárolt házakat vagy lakásokat újítják fel. Lényeges változás még, hogy a felújított ingatlanokra elidegenítési tilalom lép életbe 10 évre, amely csak akkor törlődik, ha a tulajdonos idő előtt visszafizeti hitelét. A néhány évvel korábbi otthonfelújítási programmal ellentétben pedig a mostaniban kizárólag energetikai korszerűsítés végezhető el. Csak jót tehetünk azzal, hogyha ténylegesen erre fordítsuk a támogatást, amire kell. Mert ugye az volt a probléma az előző támogatással, hogy bármire is igénybe lehetett venni. Nem volt megkötés a 90-es építési év, hogy az előtt legyen, és ugye nagyon sok fürdőszoba megújult, de az ablakok nem lettek kicserélve, a gázkazánok korszerűtlenek voltak, a melegvízellátást ugye megint csak nem, mondjuk villanyboiler biztosította, tehát erre találták ki ezeket a megkötéseket, hogy tényleg hasznosuljon ez a támogatás, és mi úgy látjuk, és ugye nagyobb cégek, elemzések is ezt mutatják, hogyha ez a befektetés meg lesz, tehát a 6 millió belekerül egy ingatlanba, azt akár... Sőt, 7 millió önerővel együtt, igen, 7 millió forintról van szó, tehát egy 15 milliós ár növekedést el lehet érni, mivel hogy mi azt is tudjuk, hogy a 90 előtt épült, nem korszerűsített ingatlanokat, akár 20-30%-kal kevesebbért adtuk el, mint azokat, amik korszerűek voltak. Fontos kikötés még az otthonfelújítási program kapcsán, hogy a felújított ingatlan energiafelhasználásának legalább 30%-kal csökkennie kell a korszerűsítést követően. Ezt a tulajdonosoknak a munkálatok előtt és után energetikai tanúsítvánnyal kell igazolniuk. Lényeges információ továbbá, hogy a korábbi otthonfelújítási támogatáshoz képest most keretösszeget határozott meg a kormány, így érdemes minél előbb beadni a jelentkezéseket.
Bakó Levente nem csak vezényli a szabolcsi koncertfúvó zenekart Nyíregyházán a Kodály iskola dísztermében a 15. tavaszi nagykoncerten, de a konferenciai szerepét is elvállalta, ez pedig garancia arra, hogy a fúvós koncert nem csak szakmailag lesz magas színvonalú, de nevetni is tudnak majd a nézők. A Szólista Parádé címet kapott gálaesten a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium növendékei is bemutatkoznak május 13-án. Amit a Nívó díjas szabolcsi koncertfúvó zenekar ad Nyíregyházának a koncertjeivel, amivel hozzájárul a kulturális és zenei élethez, az mindig magas színvonalú, egyedi és mindig más tematika köré fűzik fel a műsorokat. Hangzott el a 15. tavaszi nagykoncertet beharangozó sajtótájékoztatón. Az együttesben régóta játszanak a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium tanulói, akik most szóló szerepben is megmutathatják magukat. Azzal, hogy Bakó Leventék felkarolták őket, azt gondolom, hogy tettek egy nagy lépést. Egyrészt azért is, mert így biztosítani tudják a zenekaruknak az állandó létszámát, cserélődését, több lehetőségük is van a játékra és az emberi biztonságra is, hogy létszámban is mindig megvannak. Másrészt pedig nevelnek a jövőnek jó zenészeket, nevelnek olyan zenészeket, akik Nyíregyházáról indultak, és bárhol is legyenek a világban, akkor is innen indulnak. Ez is mutatja azt, hogy a zenei képzés, a zenei élet a szakembereink, a meglévő szakembereink által igen magas színvonalú, és hát nyilvánvalóan ennek a egyik letéteményese maga Bakó Levente és a szabolcsi koncertfúvó zenekar. Bár az együttes legnagyobb eseménye minden évben az újévi koncert, a zenekari tagok igénye volt, hogy tavasszal is szeretnének egy kisebb gálaestet tartani, ami kizárólag a zenekarról szól. Ennek pedig már másfél évtizede. A tavaszi hangverseny minden évben más. Most ugye az a címe, hogy Szólista Parádé, és volt nekünk már ilyen hangversenyünk, amikor a zenekar tagjainak a kiválóságait állítottuk színpadra, de most ezt ötvözni is fogjuk, hiszen pár éve a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnáziumnak vagyok a tanára, mint zenekargyakorlatvezető, és ők menetrend, órarend szerint járnak a nagyzenekari próbákra, és ott is nagyon tehetséges a fiatalság, a növendékek, és most, hogy Czako Erikát hagy emeljem ki, mint zenetagozat vezető, irányítása alatt egyre magasabb színvonalon űzik az ipart, és most lehetőséget biztosítottunk nekik, hogy szólóban is megnyilvánuljanak, lesznek szólista feladatok, és lesznek kamaraformációk is. Akik lemaradnak a Szólista Parádéról, vagy újra szeretnék hallani az együttest az olaszországi turnéjuk előtt, július közepén a nyári koncerten Sóstónak Rúdi Vigadó előtti téren hallhatják a fúvósokat. Ott viszont már a főszerep a fél évszázada alapított mazsoret csoporté lesz. Számos program várja még a kicsiket és nagyokat az idei gyermekkönyv hónapon. A Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár 51. alkalommal szervezte meg a programsorozatot. Író-olvasó találkozókra, zenés foglalkozásokra, ismeretterjesztő előadásokra is ellátogathatnak az érdeklődők május 27-éig. A legnépszerűbb szerzőkkel találkozhatnak az olvasás rajongói májusban. Vadadi Adrián után még Sohonyai Edit és Víg Balázs is ellátogat a nyíregyházi Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárba az idei gyermekkönyv hónap keretében. Ők azok az írók, akik nagyon népszerűek és szeretik, és nagyon jó előadók, és tudnak mesélni, és tényleg egy élmény lesz a gyerekeknek találkozni, és azt gondolom, hogy ez meghatározza majd, hogy olvasó felnőttekké váljanak. Az író-olvasó találkozók mellett zenei és ismeretterjesztő programokkal, bábszínházzal is várják a gyerekeket májusban. Hajdú Ágota népzene tanár oktat népzenét, ezt is mindenképpen játékos formában, van egy Csóri Sándor pályázat, annak keretében tudjuk megszervezni, és nagyon régóta megy a Cseperedő Meseklubunk, itt a legkisebbeket várjuk szeretettel egy mese foglalkozásra. Majd az Ákombákom bábcsoport előadásával május 23-án várjuk szintén a kisebbeket. A nagyobbaknak a Minden Tudás könyvtára gyerekeknek programsorozatunk folytatódik. Ezt is már körülbelül 8. éve pályázzuk meg és folyamatosan szervezzük. Most Havarics Béla lesz a vendégünk,
és majd egy városi hangos olvasás versennyel május 27-én záródik a gyermekkönyvhónap. Az 51. gyermekkönyvhónap május 27-éig tart. Ez idő alatt a központi könyvtár mellett a fiók könyvtárak is kínálnak programokat a gyermekeknek és szüleiknek. Közösségi blogot indított Máté Szalka, amelynek célja, hogy az olvasókat napra kész információkkal lássa el. A közösségi napló kizárólag helyi témákkal foglalkozik, hogy minden Máté Szalkai lakos vagy a városba érkező turista tájékozódhasson a kulturális eseményekről, városfejlesztési projektekről, vagy éppen a közösségi kezdeményezésekről. Miért volt szükség egy online felületre? Teszi fel a kérdést a vetített diasor. Természetesen a mai világban nem kérdés, hogy leggyorsabban az online térben tudunk információt eljuttatni. A most bemutatott social media felületeken a helyi közélet, kulturális események, programajánlók, karrier lehetőségek, sporteredmények, turizmus, vagy éppen a város és környéke gazdasági fejleményeivel kapcsolatos témákban olvashatnak majd tartalmakat a városlakók. Arra gondoltunk kollégáimmal, hogy Páci Szalka csodálatos közössége megérdemel egy olyan, hát nem kisvárosi vagy középvárosi szintet, ahol egyébként a közösség önmaga már tart, csak ez kommunikációban. Úgyhogy egy 21. századi megoldást választottunk erre, megszületett a Máté Szalka Fényvárosa blog is, ami ugye egy nagyon aktív felület, egy interaktív felület, egy innovatív köntösbe öltöztetett új közösségi tér. Nagyon fontos számunkra, hogy ezt nagyon olyan hírekkel kívánjuk megtölteni, ami Máté Szalka teljes közösségét érinti. A blogot bemutató rendezvényen részt vettek a helyi intézmények vezetői, akik ezt a kommunikációs platformot a későbbiekben beépíthetik a saját mindennapjaikba. A Máté Szalka kötőjel fényvárosa.hu oldalt. A helyi vállalkozások álláshirdetéseiket is megoszthatják, így az álláskeresők első kézből értesülhetnek az adódó munka lehetőségekről. A matesalka.fényvárosa@gmail.com címre várják a szerkesztők a megosztásra érdemes információkat fényképek kíséretében. Huszonkét klub adta be licenckérelmét a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság 2024-25-ös idényére. Közülük 21-et pozitívan bírált el az MLS vármegyei igazgatósága. Az első osztályban 4 fordulóval a zárás előtt még teljesen nyílt a bajnoki címért zajló küzdelem. A lista vezető mándok mellett a Tarpa, Máté Szalka, Káló Semjén is pályázik az elsőségre. Ahogyan fogynak a mérkőzések, úgy élesedik a küzdelem a vármegyei első osztályban. A 26. fordulóban mindhárom dobogós helyen álló csapat győzött. A Mándok 10-0-ra verte a Vásáros Neményt, a Tarpa 3-1-re múlta felül a Káló Semjént, a Máté Szalka pedig 2-1-re bizonyult jobbnak a Nyírbélteknél. 4 forduló ugyan még hátra van a 2023-24-es idényből, de a klubok már a következő szezonra is készülnek, az elmúlt hónap végén ugyanis lejárt a licenckérelem határideje. Érdekes volt ugye a licenckérelem, hiszen a jelenlegi megyei első osztályú egyesületek közül mindenki beadta az amatőr licenszet, sőt, ugye volt 4 olyan egyesületünk, a Mándok, a Máté Szalka, a Káló Semjén és az Újfehértó, aki NB3-ra is beadta a licenszét, tehát amennyiben úgy végeznek a mostani szezon végén, akkor ez a 4 egyesület közül, aki a legelőbb végez, ő jogosult lesz arra, hogy az NB3-ba játszon egy osztályozót, és a megyei első osztályhoz pedig a megyei első osztályú, jelenleg megyei első osztályú klubok mellett 6 megye másodosztályú klub is beadta a licenszet, viszont a Pannonia az ERT csoportból nem volt olyan egyesület, aki beadta, illetve volt egy egyesület, de ugye neki nem tudtuk elfogadni, hiszen rendkívül hiányos volt az amatőr licenszük, tehát egészen biztos, hogy a Pannonia az ERT-ből nem lesz 2024 őszén megyei első osztályú csapat. A másik két csoportból egyaránt az első 3-3 helyen álló, jelenleg is a dobogón álló csapatok egyaránt beadták a licenszet. A vármegyei első osztályban ősztől is 16 csapat szerepel majd. Vaka Árpád elmondta, hogy milyen követelményeknek kellett megfelelniük a kluboknak az induláshoz. 3 fület kell kitölteni az IFA rendszeren keresztül, 1 óra alatt meg lehet ezt az amatőr licenc füleket kitölteni, van egy gazdasági fül, egy körülbelüli gazdasági tervet kell ugye nekik prezentálni, be kell nyújtaniuk azt, amit a NAV felé beszoktak nyújtani az év elején, az előző évi adóbevallást, a különböző edzői végzettségeket a felnőtt edzőnek, illetve az utánpótlás edzőnek legalább a minimum edzői végzettséget fel kell tudni tölteni, illetve értelemszerűen az első oldal az arról szól, az egyesületek fő adatai, valamint
a kapcsolattartó kitöltése, tehát mondom, egy óra alatt meg lehet ezt az egészet tenni. A Várnegyei első osztály 27. fordulójának párosítása következő, Nyíregyháza Spartacus 2 Csenger, Nyírmegyes Ibrány, Vásárosnamény Kótaj, Nyírbéltek Mándok, Újfehértó Máté Szalka, Kemecse Tarpa, Nagyecsed Nagykáló és Kálósemény Nyírbátor. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Átadták a munkaterületet, elkezdődhet a több mint 3,5 kilométeres útfelújítás Tiszalökön. A frekventált útszakaszok új aszfaltborítása régi vágya a városlakóknak. A 200 millió forintos beruházás keretében, ahol szükséges, szélesíteni is fogják az utat, patkát alakítanak ki, és az aknafedő lapokat is szintbe helyezik. Alig 3 hét múlva indul az állami otthon felújítási támogatás programja, érdemes azonban már most jelentkezni, a korábbi lehetőséghez képest ugyanis ezúttal keretösszeg áll a lakosság rendelkezésére. Az igénylés 1 millió forint önrésszel adható be, ezen felül az állam 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 3 millió forint kamatmentes hitelt biztosít. Fontos változás még, hogy az összesen 7 millió forintos összeget kizárólag 1990 előtt épült ingatlanok energetikai korszerűsítésére lehet fordítani. Móka és kacagás is lesz Nyíregyházán a Kodály iskola dísztermében a 15. tavaszi nagykoncerten, hiszen Bakó Levente nem csak vezényli a koncertet, a konferanszié szerepét is elvállalta. A szabolcsi koncert fúvó zenekar tagjai mellett a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium növendékei is bemutatkoznak szólóban. A május 13-ai koncert a Szólista Parádé címet kapta. Május 8-án szerdára Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön a felhők mellett általában sok napsütés várható, délelőtt a délalföldön lehetnek még erősen felhős körzetek. Az alföldön helyenként zápor előfordulhat. Az északi-északkeleti szél többfelé lesz élénk, helyenként erős. Napközben 20-22 fokig melegszik fel a levegő.